A Dunafer DFN Alpin FC és a Tűzoltók csapatának labdarúgó mérkőzése nyitotta meg a második alkalommal megrendezett Sportágak a gyermekek egészségért elnevezésű programsorozatot. A résztvevők szerint fontos, hogy a felnövekvő generációt is ösztönözzék az aktív életmódra. Azt gondolom, hogy a sport egy egészséges viselkedésmód, és nekünk tűzoltóknak fontos az, hogy mindenféle lehetőséget, amit lehet a sportolásra kihasználjunk. Ezért mi nagyon örülünk, hogy meghívtak minket ide ismételten, és bár egy kicsit hiányosan, de azért sikerült eljönnünk ma, így a szolgálati napon is, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. Mindenképpen szerintem legalábbis a fiataloknak egy példamutatás, hogy a sport az mindenképp jó dolog. Hát ugye próbáltuk összehozni a csapatokat, játszunk egy jót, futballozunk egyet, úgyhogy a sport szeretete. Szerintem ez bőven elég erre. A terem labdarúgó torna mellett a legkisebbeket ugrálóvár és egésznapos ingyenes játszóház várta, valamint sportbemutatókat és közönségtalálkozót is tartottak. A rendezvényt a Dupent polgárőrség szervezte. Ösztökélni szeretnénk a gyerekeket, fiatalkorúakat, hogy sportoljanak, lássák, hogy ez milyen jó, mozogni, egészséges, szóval ez a célja, fő célja. A rendezvény védnöke Stankovics László kiemelte. Nagyon fontos az, hogy a fiatalok sportoljanak, és ebben nem csak az élsportnak, hanem a tömegsportnak is nagy jelentősége van. Az ilyen programok pedig segítenek népszerűsíteni a mozgást. Nagyon fontos az, hogy sportoljanak a fiatalok, egészségesen éljenek, illetve ismételten Dunajásban megszeressék a sportot úgy, mint az én időmben 80-as években, 70-es években. A szervezők elmondták, szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, éppen ezért várhatóan jövőre is megtartják a programot.